Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért. Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót, majd Agrárfórumot a volt vidékfejlesztési miniszter, jelenlegi kormánybiztos Fazekas Sándor és Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője Szexárton. Fazekas Sándor elmondta, egyik fő elmondatuk az, hogy sikeres magyar vidék nélkül nincs sikeres Magyarország. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, jó irányba haladnak. A magyar mezőgazdasági termelés az bővült az elmúlt időszakban. 2010 óta mintegy 60 kal nőtt a kibocsátás, ez egy történelmi rekordnak is felfogható, és szinte minden jelentős termékünknek a termés átlaga, vagy a jövedelmezősége esetleg mind a kettő is bővült, növekedett. Ezen kívül a mezőgazdaság műszaki technikai ellátottsága, a termelési háttér is erősödött, tette hozzá a tárca egykori vezetője. Fazekas Sándor elmondta, az elkövetkezendő időszakban soha nem látott támogatás és pályázati lehetőség érkezik majd az agráriumban dolgozóknak. Horváth István hangsúlyozta, amikor lezárul egy ciklus, érdemes visszatekinteni, hogy az egykor kitűzött célokat sikerült elérni. Többek között erre is jó volt ez a fórum. Összességében azt gondolom, hogy mind a vidékfejlesztésnek az infrastruktúrája, a társadalmi környezete, a gazdasági lehetőségei és a vállalkozásoknak a Jövedelmezőségében nagyon komoly változások voltak, és ma már a magyar vidék az egyre versenyképesebb az Európai Unió hasonló szerkezetű országaival. Az, hogy a jelenleg zajló orosz-ukrán háború milyen hatással lesz a magyar gazdaságra, nehéz felmérni, de az biztos, hogy minden szomszédos nemzetnek alkalmazkodnia kell a helyzethez. Minden esetre Magyarországnak termelnie és dolgoznia kell tovább azért, hogy az ország előrébb haladjon.